Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mondjuk el az Ómnám mantrát 7-szer közösen. Köszönöm szépen! Anti bevezetője közben egy barlangban éreztem magam, ahol már 9. éve ülök a falnak fordulva, és nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs beszéd, nincs anti, nincs zen, templom, nem vagyok én, és nincs hallás sem. Ekkor megkönnyebbültem, és kifelé fordultam, hogy a barlang száján át lássam újra a napfényt. Az, amit hallottatok, egy olyasféle tanítás, amit így világvallás még nem nagyon kísérelt meg, a buddhizmusban kezdetektől fogva jelen van. Tehát, ha eltörlöd az illúziókat, akkor semmi más nem marad, mint a valóság. Bodhidharma, amikor már 10. éve gyakorolt a barlangjában, akkor az első kínai pátriárka Huiko megjelent a barlang előtt, és térdelt a hóban, és szótlanul várta a tanítást. Huiko, kínaiul Wei-ho, egy olyan harcművész volt, aki többet magával az aktív szolgálat után kolostorba vonult, és hát megpróbálta a lelkét rendbe tenni, rengeteg embert megölt, rengeteg ember vére tapadt a kezéhez, és éjjel ilyen rémálmok gyötörték, hogy próbálja a vért lemosni a kezéről, de nem megy. És kereste a megoldást, hallotta, hogy van egy nagyon nagy tanító ott Shaolinban, Lo Yangtól nem messze, és esedezett szótlanul a tanításért. A 3. nap után Bodhidharma megfordult, és ott látott egy szinte teljesen fagyott Huikót, és megkérdezte, miért kanyaragsz? Erre Huiko levágta a kezét, és odadobta a barlang szájához. És azt mondta, mester, nagyon fáj a seb, amit ejtettem. Kérlek, békítsd meg a tudatomat. Hozd ide a tudatodat, mondta Bodhidharma. Nem találom, mondta Huiko. Akkor már meg is békítettem. Ez a történet nem érthető mindaddig, amíg kapaszkodsz bármiféle pozitív önképbe, pozitív világképbe, valamiben, ami jó, ami kedves, ami szerethető. És kevesen látják, hogy ha el akarod érni azt, ami szerethető, ami kedves, és ami jó, és ami pozitív, akkor meg kell haladnod a pozitív és a negatív megkülönböztetéseit, meg kell találnod, hogy a seb az honnan jön, a fájdalom honnan jön, a szenvedés honnan jön, és hogyha ez megvan, akkor a szenvedés okát meglátva haladhatsz a megszüntetésének az útján. Legtöbben nem vagyunk hajlandóak kivenni a belénk fúródott szálkát, hanem csak a legjobb kenőcsöt keressük, a legszebb kötést keressük. Nem vagyunk hajlandóak rendbe tenni a bensőnket, hanem a legszebb külsőt keressük. És csodálkozunk, hogy az életünk nincs rendben. 6 generációval Bodhidharma után Huineng, a 6. pátriárka, egy olyan tanítást adott, amelyből a mai napig merítünk, holott ő azt mondta, eredetileg semmi sincs. És ezt a nyugat masszívan félreérti. Valamilyen intellektuális nihilizmust próbál meg ráhúzni. Eredetileg még a semmi sincs. Semmi olyan nincs, amitől te szenvedésteli vagy boldog életet élnél. Ez a mondat ráébreszt, hogy a világot mi teremtjük egymásnak, ha a szeretetteli, kedves, jó és pozitív világot, akkor azt teremtjük, hogyha szenvedésteli, negatív, csalásokkal, illúziókkal, hazugságokkal, nélkülözéssel teli világot, akkor azt. Ezek a mondatok felnőtté teszik az embert. Gyerekként azt várjuk, hogy a világ olyan legyen, amilyennek mi szeretnénk, és hogy kapjunk valamit, ami végre jó nekünk, hogy jöjjön a kozmikus Mikulás és Virgács helyett az egész világ egy hatalmas nagy csoki dísz legyen. És kiderül, hogy ez nincs így, és nem is lesz így. Ha így látod, akkor valaki hazudott, és te elhitted. Meg tudjuk egymást ajándékozni jó élettel. Szeretettel, bölcsességgel, együttérzéssel. Csak ez nem egy mágikus, rajtunk kívülálló, kozmikus Mikulás csomagból jön elő, hanem belőlünk. Így. És akármennyire is jelentéktelennek érzed magad néha, hogy semmi más sem vagy, mint 1/7,9 milliárd humán, iszonyatos jelentősége van annak, hogy te egyénként hogy látod a világot. Hogy viszonyulsz embertársaidhoz? Mit tartasz fontosnak, és mit csinálsz? Milyen életet élsz? Hogyan viszonyulsz a környezethez? A Föld nevű bolygóhoz? Mennyit látsz magadból? És kiderül, hogy nincs felesleges ember, nincs jelentéktelen ember. Fordítva, nincs egyetlen egy olyan ember, aki túlságosan fontosabb lenne, mint a másik. Nézd meg, hogy az az elképesztően rövid élet, amit a pár aktív évtizedünk ad, az mire elég? Tehát be tudjuk-e látni a mély, néha kellemetlennek tűnő igazságokat, és tudunk-e egy olyan úton járni, ami megéri, hogyha visszanézel, akkor azt mondod, hogy igen, ez jó mulatság volt. Férfi és női munka egyaránt. De hogy ez megérte, hogy érdemes volt. Mi adja meg ennek a minőségét? Nem mondom meg. Ez a minőség ott van bennünk, és bár a mahajána azt mondja, hogy Buddha természet, vagy a felébredett tudat, vagy igazi önvaló, ezek a szavak nem fedik azt, amit te most valóságként gondolsz. Miért? Mert ez a valóság, ez gondolkodás előtti. Csak tapasztalható. Címkéket aggathatunk rá, de a címkéktől ez nem lesz valóságos számodra. Ha tapasztalod, akkor a tudatod letisztul, mint a tér, mint a tükör, és akkor elhiheted, amit látsz benne. Ha torzítatlan, csorbítatlan, akkor működik, akkor elhiheted azt, amit mutat. Akkor tisztán látsz a szemeddel, tisztán hallasz a füleddel, tisztán érzel a szíveddel, tisztán gondolkodsz az elméddel. De ha nem, ha a tükör torz, törött, csomós, hullámos, több van belőle, akkor nem hiheted el, amit mutat. És ezt onnan tudod, hogy szenvedsz és szenvedtetsz. Ekkor a tükör nem működik jól. Ekkor, mint ember, nem vagyunk egészek, nem vagyunk tiszták, nem vagyunk egyben. A zen tehát az egyévválás útja, szanszkitúl gyána. Ez az egyévválás, letisztulás, leegyszerűsödés az, amit a pátriárkák tanítottak azzal, hogy eredetileg még ez sincs. Mi hozzuk létre. Úgyhogy, ha ebben a realizációban segíthetek bárkinek, akkor szívesen várom a kérdéseiteket. Miért mindig a tantienre kell fókuszálni? Az a legjobb, a leghasznosabb, ennyi? A legegyszerűbb. Tehát ott van az, hogy az energia differenciálatlan állapotban van. Mert a tudat is egységállapotban van. Az éntelen tudat, a nem differenciált tudat, a nem dualisztikus tudat, az azt jelenti, hogy az energiád még nem vált valamivé, nem vált érzelmekké, beszéddé, gondolkodássá, érzékszervi hatássá, vagy tantientől nem sokkal lejjebb nemzetszaporítássá. Tehát a fizikai differenciálódás és a mentális differenciálódás, ezek bizony előbb-utóbb együtt járnak, sőt, ez az emberi élet egyik nagy rejtélye, hogy mi miért szeretjük ezt. De úgy tűnik, hogy ezt nagyon szeretjük. Hogy a változatosság felüdít, jó van, csak bele ne fulladjunk az üdítőbe. És néha érdemes egy kicsit letakarítani a pultot, és visszatérni a keletkezés elé. És a tantien itt a köldök csakrában az egy olyan hely, hogy úgy mögötte szervileg semmi nincs. Semmi fontos idegpálya nincs. És éppen ezért, hogyha ott az energiát, a pránát vagy csít fölgyűjtöd, akkor ott semmiféle információtartalmat nem kap. Olyan, mint a hatalmas nagy hombár, ahol a lisztet úgy tárolod, hogy a pékek nem férnek hozzá. Sem a vörös pék, sem a kék pék, sem a fehér pék, egyik pék se fér hozzá, és nem tudnak belőle kék kenyeret, fehér kenyeret, piros kenyeret sütni, vagy zöldet, narancsszínűt, vagy lilát. Csak liszt. Csak a lényeg. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Visszakanyarodva az angolul feltett kérdésre, én azt válaszoltam volna, hogy ha valakit szíven szúrnak, akkor meghal. Ez azt jelenti, hogy érzéketlen vagyok valakinek a gyilkosság általi halálával kapcsolatban? Vagy nem, nincs együttérzésem ez felé, vagy ez az üresség? Nem, ez azt jelenti, hogy egy túlzás mögé menekültél. Általában nem az a probléma, hogy valakit éppen szíven szúrni készülnek naponta, és neked ezt együttérzéssel vagy anélkül, de el kell viselned. Más, sokkal kisebb problémák, amelyek egyébként nagyobbak, ezek kívánnak együttérzést. Tehát, hogy valaki nem követi a szabályokat. Hát akkor leszúrnád, de nem lehet. És a lényeg az, hogy az együttérzés az sokkal kisebb volumenű problémáknál sokkal jobb megoldást hoz. Tehát, hogyha szélsőségekben megyünk, az nagyon nehéz a bölcsességnek is, meg az együttérzésnek is, és így a szélső helyzetek mögé el lehet bújni, hogy hát akkor ott úgy se lehetséges, ott akkor úgy se lehet se szép ember, se jó ember, se okos ember. Nem. Itt kell gyakorolni a hétköznapok néha unalmas, látszólag eredménytelen körei között, olyan emberek között, akikkel nagyon sokféle viszonyban vagy, és úgy gyakorolni az együttérzést, hogy néha teljesen falrahányborsónak tűnik. De mégis ez a helyes. Ugyanígy a bölcsességet, ami néha ilyen hátralépősdének tűnik, hogy nem megy bele stoplisan, és nem nyilvánít véleményt, és kicsit úgy tűnik, hogy visszafogta magát, de minek. Kiderül, hogy azért, hogy a te cselekvési szabadságod megmaradjon, és te lásd a visszacsatolást. Úgyhogy ne egy hipotetikus helyzetre alkalmazd az együttérzést, mert nem fog menni. Egy olyan helyzetre, ahol nagyon hétköznapi, nagyon világos probléma van, tudod, hogy együttérzőnek kellett volna lenned, de nem voltál. Miért? Ez a kérdés. Féltél attól, hogy az együttérzésed kinyit? Vagy gyengének mutatkozol? Vagy hirtelen megengeded, hogy eltérjetek a tárgytól? Az együttérzés helyes gyakorlása nem fogja sem a bölcsességet, sem a cselekvést beárnyékolni. Erre emlékezz. Tehát ez az arany háromszög. Bölcsesség, együttérzés, önzetlen cselekvés, vagy helyes cselekvés. Ennek a háromnak együtt kell megnyilvánulnia. Egyedül egyik sem fog messzire jutni. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Amikor egy olyan helyzetbe kell gyakorolnunk a szürke hétköznapokban, mint például a család. Hogy lehet a család egyenlő a szürke hétköznapokkal? Tehát a család, a szürke hétköznapok, igen, a család olyan szempontból, hogy úgy érzem mostanában, hogy folyamatosan harcolnom kell minden egyes pici akaratom érvényesítéséhez, és hogy kell azt a tükröt, ami ugye szenvedést. Miért akarod a pici akaratodat érvényesíteni? Mondd el nekem, miért jó az neked? Hogy 3 kamaszodó gyerekről van szó, és egy férről. Úgy érzem, hogy és azt mondod, hogy szürkék magam. A hétköznapok. De komolyan mondom, valamit nem vettél észre. Hogy lehet ezt úgy megvalósítani, hogy ne érezzem magam gyengének, együttérző is legyek, és bölcsen is tudjak dönteni, hogy bizonyos... Az első kérésem az az, hogy találj társat az akaratot kivitelezéséhez, abból a 4 főből, aki ott láthatóan körülötted van, hogy ne egyedül akard. Ha egyedül akarod, akkor valamit nem vettél észre. A család az nem olyan, hogy abban így az egyéni akaratok ellenkező vektorokkal működnek. Hát itt azért nagyon komoly közösség van. A család az egy alapvető vér szerinti közösség. Itt nem csak magunknak akarunk dolgokat. Persze, nyilván nem csak magamnak szeretném, hát hanem... akkor viszont társad is van az akaratban. És akik az oldaladon állnak, azok bizony segítenek, mert te is segítesz nekik. Nem így van? Nem tudom, hogy gyakorlatban így van-e mindig. Nem tudod? Nem tudom. Hány éve vagy házas? 16. Hát ennyi idő alatt azért csak kiderülhetett volna. Hogyha ugyanazt akarod, mint a férjed, akkor ő az oldaladon áll, vagy sem? Igazából ez így a családdinamikában nem egyértelmű, hogy... Tudod, mi nem egyértelmű? Mi? Hogy az igazság melyik részét mondod ki, és melyik részét tartod vissza. És ne nekem tedd ezt világossá, hanem odahaza a gyerekeidnek és a férjednek. Mert akkor könnyebben kommunikálnak veled, könnyebben ismernek meg téged, ha hagyod. És könnyebben az oldaladra állnak, hogyha őszintén oda teszed az asztalra, hogy szerinted itt bent mi van, és így mit szeretnél. Nem csak a férfiak tudnak abstrakciók mögé bújni, a nők is. Igen. Nincs tovább, elmondtam. Akkor köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Főleg meditációban, ha azt tapasztalom, hogy akkor azt engedjem el, vagy jó, ha azt is a tantien felé próbálom irányítani. Legyen a tantienen a fókusz. Nem kell irányítani a többi csakrát, mert akkor az ott tomboló vagy suttogó energiát megerősíted. Tehát gyöngéden fogod a figyelmedet, és visszahozod mondjuk egy nagyon-nagyon erősen pulzáló, okosságtól duzzadó homlokcsakráról, így szépen a figyelmedet a test előlapján visszahozod a tantienig, és meg is állítod ott. És nem mendegélünk ellenőrző körútra a különböző csakráinkba, hogy jól vagytok, hello, azért jöttem, hogy az ürességet ismét elhozzam nektek. Nem. Egyéb kérdés? Azt érzékelem, hogy van egy karma programom, és ez úgy jelenik meg, mint hogyha így az én terembe, amitől én Laura vagyok, és nem fa meg levegő, abban van itt egy lyuk, mint hogyha a lényem egy része így elmenne. És ettől nem tudok meditálni sem. Tudnál esetleg valami más képet mondani, hogy tekintsek erre, ami tovább visz? Igen, egy egyszerűbbet. Hogy Laura folyamatosan itt van, és a szemével néz, és a fülével hall, és a bőrével érez, és hogy benne vagy a testedben, 100%-ig. Ez a zen. Tehát a test és a lélek teljes éber jelenléte ebben a pillanatban. Itt nem csak egy karmikus program fut, itt egy egész sorozat program fut, és egymást csapják be. Tehát holként, hol bánt, hol laura, hol fa, hol ég, hol levegő. Ez az intellektusnak a szembekötősdéje a saját identitásával. Tehát nagyon-nagyon jó az a meditációs forma, hogy mi ez. És hozzá rengeteg leborulás. Amikor leborulsz, akkor a mozgás, a légzés, az nagyon-nagyon visszahozza a lelket a testbe. Nem tudsz akkor utazgatni, vagy absztrahálni, vagy különböző más világokban lenni. Igen, és ezért ilyen napi sok órát szoktam mozogni, és akkor tök jól vagyok. Más. A puszta mozgás más. A leborulás az, ami 100%-ig megteszi azt, amit most mondtam. És a mi ez kérdés meditáció közben. Miért? A mantra szárnyain te elszállnál. Ne tedd ezt. Csak kérdés. Nyitott szem meditáció közben. Oké? Okay? Teljes tértudatosság. Nem csak vizuális éberség, az jó esetben ilyen 180 fok. 360 kell. Ugye a hátaddal ugyanúgy érezz, ahogy a szemeddel látsz. Oké? Okay? És akkor biztos, hogy testben van. Gyakorlom eleget, akkor ez az állapot fog stabilizálódni, hogy az a másik, az már így ne létezzen. Ez fog stabilizálódni, de ehhez még a szembenállást és a kölcsönhatást kell gyakorolni. Lásd kóan interjúk. Ugyanis ez, amit mondasz, hogy hol kint, hol bent, ez egy régi menekülő reakciónak a maradványa. És amikor menekülünk, akkor hirtelen kiröpülünk azért, hogy ne érezzünk, ne lássunk, ne gondolkodjunk, minket se lássanak, minket se érezzenek. És ez a menekülő reflex az, ami a jelenlétet lerombolja. És amitől menekülsz, az sajnos már meg is valósult, hogy a veled szemben állóval szemben te vereséget szenvedtél. Ha meg tud mozdítani, ha meg tud futamítani, hogyha belét tud döfni, akkor vesztettél. Tehát ezt a menekülő reflexet kell teljesen elengedni, és visszatérni a pillanatba, mert a nagy kérdés mellé a nagy bátorság is a zen 3 alapelemének az egyike. És amikor ez tapasztalattá válik, hogy te a jelenlét bátorságában kérdezed a nagy kérdést, akkor a harmadik ilyen alapelem az a nagy hit. És ez egy tapasztalati alapú hit. Ez nem az, hogy magadba dörgöltél valamilyen írást, ideát, urambocsát, dogmát. Tehát nem neveket hiszünk el így egymás mögé rakva, és abból az ideológiából megpróbálunk egy önképet és egy világképet levezetni. Nem. A zen ezért nem támaszkodik az írásokra, és közvetlenül az ember tudatára irányul. Úgyhogy ne mozdulj, ne menekülj, ne változtass csak úgy helyet mentálisan. Légy itt, most, ebben a pillanatban. És ezzel a meditációval, amit az előbb hallottál, ezt nem csak stabilizálhatod, hanem kibírod a kölcsönhatást egy másik ember és közted. Az egy nagyon kockázatos dolog valakihez hozzászólni. Nem tudod, hogy mit szól vissza, vagy pofán vág. Nem tudod. De vállalni kell a kockázatot. Miért? Mert hogyha nem, akkor magány a vége. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én a mantráról szeretnék kérdezni. A szürke hétköznapokban, amikor aktív figyelmet nem igénylő feladatsorokat végzünk, egyszerű munkavégzés, háztartási munka, mantrázhatunk? Igen, de én azt javaslom, hogy evés közben is mantráz. Ugyanis szereted a jó ízű, ínyenc ételeket. És ebből az következik, hogy minden egyes ételnek van egy különleges ízélménye. Na most ehhez párosítunk egy-egy mantrát. És amikor a mantrát mondod, akkor ez a nagyon különleges ízélmény, ez bármikor bejön. Tehát az együttérzés íze az a kvanszemból száll. Például. A bölcsesség íze monszúból száll. A transformáció íze csilgudzsi bulmode dzsundzséból száll. Oké? Okay? Tehát közd ahhoz, amit te érzékelsz, és ez nem baj. Tehát az érzékszervi kötés a zenben az az út része, nem pedig valami akadály. Közd a mantrát ahhoz, amit te szívesen tapasztalsz. Köszönöm. Ezek után már csak énekelni kell, jó? Köszönöm. Szívesen. Az utóbbi napokban nem nagyon megy a meditálás, egyáltalán nem tudok mozdulatlan maradni, és fáj mindenem. Igazándiból elég keveset alszom, és mostanára elfáradtam. Ez az első 90 naposod? Igen. Akkor ez teljesen természetes. Nekem ez sokkal hamarabb előfordult 28 évvel ezelőtt. A második már nem ilyen, hidd el. A kérdésem az lenne, hogy igazándiból aludni se nagyon tudok pluszba. Tehát, hogy hiába vagyok fáradt, nem tudok aludni. Hogy ilyenkor mi a teendő? Ilyenkor Gyurihoz kell jelentkezni munkára. És akkor nagyon-nagyon nehéz fahasábokat kell vinni a telek egyik sarkából a másikba, felvágni őket, raktározni őket, belerakni őket a talicskába, majd elhordani egyik helyről a másikra újra. Úgy el fogsz fáradni, hogy az összes ilyen probléma el fog tűnni, és alszol, mint a mormota. Vagy 500 leborulás a szünetekben, azt is lehet. Én szerintem még nem vagy elég fáradt, és még mindig van erőt gondolkodni. Még mindig van üzemanyag, hogy önképet formálj, és az egyébként derűs, de most szomorú szemű Jusszef megszülessen újra, és mi egy kicsit sajnáljuk, nem nagyon, csak egy kicsit. Amíg erre van erőd, addig nem vagy fáradt. Szuper, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A tér és hang technikájával meditálok, viszont akkor is bele kell szűrni valahogy a praxisba a mi ez kérdést? Vagy? Nem. Akkor nem. Erről szó nincs. A mi ez kérdés az egy önálló praxis, minden belégzésnél fölteszed, és kész. A következő doboz az a tér és a hang figyelése, teljesen tárgyatlan tudat. Általában ez nem szokott menni, és egy idő után az ember észrevesz, hogy mindig elszáll valahova. Tehát állandó jelleggel itt közlekedik agyilag a különböző világok között. És akkor a mi ez kérdéssel horgonyozza a hajót. Úgyhogy nem keverjük a kettőt. Bármelyiket használhatod, de nem keverjük. Jó? És hogyha jobb napokon működik akkor a tér és hang, akkor maradni kell. Jobb napokon? Tehát amikor egy kicsit mosolygósabban kell föl, vagy hogy van ez? Nem, tessék felnőtt módon meditálni, és ez egy jó napom van, most nem is csinálok semmit. Tehát, érted? Nem, most az van, hogy te eldöntötted, hogy ezzel a meditációs módszerrel dolgozol, és azzal dolgozol, kész. És akkor ha nagyon jól érzed magad, akkor kérsz egy kóan interjút, ezek után az alább fog hagyni. Szung Szán Szunyim is mondta, hogy ne ellenőrizz. És hogyan lehet kikapcsolni az ellenőrzést? Kell Budapesten egy nagyon együttérző utazást tenni, ahol szemügyre veszed a BKK ellenőreinek a napi életét. Bizonyos órában, bizonyos helyről így kirajzanak és teszik a dolgukat, és te együttérzően, láthatatlanul a nyomukba szegődsz, és nézed, ahogy végzik a munkájukat egész nap, ahogy az ellenőrző tudat kivetül a társadalomra. Mert kicsiben megcsinálja mindenki. Felhúzom a karszalagot, és megkérdezem, hogy van önnek? Ehhez jogosítványa, jegyebérlete, stb. Hát mit gondolsz te magadról? Majd én leellenőrzöm, hogy te jogszerűen létezel-e itt, vagy sem. Hát az ellenőrzésnek a legvadabb változata az a féltékenység, amelyik gyakorlatilag elpusztítja a tárgyát. Tehát amit meg akar őrizni, amit meg akar védeni, azt elpusztítja. Úgyhogy az ellenőrző tudat, az megint olyan, hogy piciben kell, biztosítékok megvannak? Normális villanyszerelő, firelé, meg biztosíték nélkül semmit nem ad át. Meg kell nézni. Ezt hívjuk materiális ellenőrzésnek, mert nincs tudata annak az áramkörnek, nekünk van. Egy másik embernek viszont van tudata, van szeme, van füle, tud látni, hallani, érezni. Úgyhogy akkor nem ellenőrzöd magadat, meg a másikat, meg a világot, hogyha te belül elég erős és önálló vagy. És hogyha neked kellő önbizalmad van, akkor nem fogsz a másikban kételkedni állandó jelleggel. Nem azt jelenti, hogy a naív rózsaszín vakság szemüvegét magunkra rakjuk, nem. Tisztán látunk, de hozzásegítjük a másikat is, hogy tisztán lásson. Például, hogy az együttélés szabályai milyenek. Hogy ne ellenőrizzem a másikat, segítsem a másikat. Ne bizonytalankodjam a kapcsolatban, kapcsolódjak össze. És akkor úgy van bizalom, hogy nem merül fel a bizalmatlanság kérdése. Úgy tudsz együtt lenni a pároddal, hogy nincs kétség, mert 100%-ig jelen vagytok. Nincs kigondolás, másfelé érzés, másfelé mutatás, több rétegűség belül. Úgyhogy nézd meg, hogy az ellenőrzés által mi valósul meg, és mi nem. És bánj vele nagyon óvatosan. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Párkapcsolatban élek, szerelmemmel, és neki van egy nagyfia, és nekem óriási kihívás jelent így magamban, hogy hogy kezeljem őt. Az édesapja külföldön él, és ugye hát apukája helyett nem is szeretnék apukája lenni, de éli a mai fiatalok mindennapjait, hogyan kezeljem azt, hogy segítő legyek, és ne ilyen diktátor. Mivel majdhogy nem többet élünk velem, szeretnék aktív, meg pozitív része lenni az életének. Hát az első pont itt az, hogy az édesanyjával meg kell beszélni, hogy a vérszerinti apukát a megfelelő helyre kell tenni a családban. És amennyire ez nem szokás, pontosan annyira rá kell nevelni a fiút, hogy a vérszerinti apját távolból tisztelje. Ha el akarsz érni a fiúnál valamit, azt így az apai oldalon, az apán keresztül érheted el. Az anyai oldalon, az anyán keresztül. Nagyon jól fogalmaztad a kérdést, és a hozzáállásodból is látszik, hogy nem akarsz a vérszerinti apa helyére lépni, nagyon jó, mert nem lehetne. Elképesztő problémákat jelentene a családban. Úgyhogy a legelső dolog az, hogy a fiúval elfogadtatni, hogy az apa távol van, és távolról tisztel, és elfogadja, hogy ő az apja x ezer kilométerre. De ez önmagában nem elég. Utána neked kell fölvenni a kapcsolatot úgy, hogy anyuka tudja az apával, és el kell mondani, hogy hát én most a te munkádat végzem, anélkül, hogy én te lennék. És legyél szíves segíteni abban, hogy a fiad, akit most én így és így szeretnék nevelni, az hallgasson rám. És közösen meg kell fogalmazni olyan üzeneteket, amit a vérszerinti apuka és az anya állandó partnere, hogy fogalmazzak most így, teljesen ugyanazt kell tudni mondani a kalaknak. És hogyha ez következetes, és anyu ebben benne van, akkor három oldalról kapja ugyanazt, egységesen, amit eddig lehet, hogy töredezetten kapott, és nem ugyanazon normarendszer szerint. És végül a saját helyzetedet pont úgy értékelve, hogy az van, hogy te vagy az anyjának a barátja nagyon régóta, és leszel is, arra figyelmezteted, hogy az életben mi van. És hogyha nem megy az apával az együttműködés, akkor nem azt mondod, hogy az apát helyett mondom ezt, hanem mint férfi a férfinak, mint felnőtt a gyereknek. És elmondod azt, hogy ez a világ egy verseny. Hogyha jó helyezést akar elérni, akkor az elméjének, tisztábbnak, gyorsabbnak, hatékonyabbnak kell lennie, mint a versenytársaié. És hogyha túl sok időt tölt a neten, a különböző virtuális környezetekben, játékkal, egyéb ilyen mentális szénhidrátokkal, akkor az elme önálló ereje csökken, a kreativitása kimegy az ablakon, és vissza se jön nagyon sokáig, mert a helyette megkreált környezetben van ő benne, mint egy termék. Érted? Mint egy avatár, mint egy teremtett valami, valaki. És hogyha ő nyerni akar az életben, és minden gyerek nyerni akar, a fiatal még inkább nyerni akar, akkor hozza magát versenyhelyzetbe, és ne kössön a lábára békjókat akkor, hogyha ő futni szeretne. Tehát rakja ki az elméjéből a sok-sok felesleget, és foglalkozzon azzal, amit nem csak szeret, mert ezt is szereti, de ezzel ő nem válik teremtővé. Semmilyen kreatív, művészi vagy egyéb tevékenységet nem tud végezni. Mert ott van napi 10 órán keresztül a monitor előtt, és egy kis egérre fagy az ujja. Tehát meg kell világítani azt, hogy ez az élet miről szól, és nem arról, amit a különböző virtuális környezetekben ő tapasztal. De nagyon-nagyon kicsi része az egésznek. És mindig az a vége, hogy mit akarsz. Mert hogyha oda akar fagyni a komputer elé, akkor az lesz. Akkor ott fog meghalni, és nem lesz társa, munkája, valójában élete és halála sem. Ha pedig valóban élni akar, és egy másik emberrel, embercsoporttal kölcsönhatni, alkotni, bármiféle kreativitást, magasabb szintű emberi tudatosságot tapasztalni, akkor álljon föl, kapcsolja ki, és csináljon valami mást. De nincs univerzális gyógyír erre. Mindig az adott lény, az adott lélek kínálja fel azt a kaput, amin bemehetsz, ha észreveszed. Ezek a gyenge pontok. És nem bűn felismerni a gyenge pontokat, és azt úgy kimutatni, hogy az erősségei ettől helyesen működjenek. Oké? Úgyhogy nagy munka. Nekem van egy ilyen élményem Budapestet átutazva napi kétszer, hogy ahhoz, hogy így tudjak funkcionálni, ahhoz így kicsit ki kell húznom magam a konnektorból. Vagy hogyha így... Bizony. Nem szabad ragaszkodni az érzékszervi hatásokhoz, mert lebékjóznak, és Budapest még egy tök nyugodt város, sok egyéb ázsiai és nyugati városhoz képest. Nem annyira embertelen, mint mondjuk Manhattan, és nem annyira tömeges, mint Szöul. Úgyhogy igen, kicsit vissza kell venni a potméterből, kicsit ki kell húzni magadat a konnektorból, és akkor nem borít el az az inger halmaz, ami ott van. Bizony. Csak ilyenkor meg azt érzem, hogy így teljesen, hát így diszkonnektált vagyok. De nem teljesen, egy kis szikra maradjon, tehát ott, tudod, a kis villásdugót az ajzattól megfelelő távolságra. Jó? És akkor van egy kis áthúzás. De azért teljesen, tehát annyira nem tudsz belül fölmenni a hegyre, hogy ott Budapest ne érjen téged el. Jó. Csak szabályozd a jelszintet. És ezt tudod mi, hogy mennyire hiszed el, mennyire azonosulsz vele. Ha úgy érzed, hogy minden fáj, vagy minden öröm, akkor pozitív vagy negatív azonosulás állt be. De hogyha úgy látod a dolgokat, az embereket, a jelenségeket, hogy éppen ilyen, mint a tükörben, akkor jó. Akkor nem túl sok, nem túl kevés. Tehát abban semmi kellemes vagy kellemetlen sincs, hogy az ég kék és a fű zöld. Hát valaki felszáll a villamosra, és a jelenlétéből olyan dolog jön, hogy egyszerűen zokogni van kedved, de nem fogsz. Nem fogsz, mert ezt a reakciót egy 4-es, 6-oson te nem engeded meg magadnak. Főleg azzal az emberrel szemben nem. De azt látni kell, hogy a jelenlétben mi van. Csak a reakciót szépen szabályozod. És hogyha a reaktív tudat rendben van, akkor a kreatív tudat is rendben lesz. De hogyha a reaktív tudat túl erős, akkor olyan gyorsan dualizálsz, annyi kettősség van a lélekben, hogy a teremtést, a kreativitást teljesen le tudja gátolni. Na, ekkor ki kell jönni a természetbe, kicsikét kipucolod magad, és és akkor felfrissülve. Nem tudjuk, hogy mitől frissülünk fel, de pont attól, hogy azt a sok szemetet, amit beemelünk az elmébe, és utána a léleknek a mélyebb szobáiba is átengedjük, azt kipucolod. Na ez az, hogy eredetileg még ez sincs. Jó? Köszönöm. Szívesen. Arra van valamilyen tanácsod, hogy hogyan kezeljem azt az érzést, hogy így, főleg Budapesten jön ez elő, hogy így időre ott kell lenni, menni kell, csinálni kell, sietni kell, folyamatosan van valami teendő dolog. De te ezt nem mosolyogsz, hát ezzel semmi baj nincs. Hát olyan derűsen mondod, mint ahogy én mondanám. Miért? Mert amíg időre ott kell lenni valahol, valakinek, akkor neked még dolgod van. Még van miért élni. Hát az ilyen kötelezettségvállalások azok fantasztikusak tudnak lenni. Miért? Ha te időre adott helyen megegyezés szerint ott vagy, akkor te összhangban vagy az univerzum működésével. Megígértél valamit, azt teljesíted. Ez ennyire jó és ennyire fontos. Egyébként az idő az nagyon érdekes élmény, így 18, 28, 38, 48, 58 és a fölött. Más-más időélményed van. Nagyon. Tehát én emlékszem, hogy tinédzser koromban volt 2 óra az iskola vége és a sportedzés között, és világos, hogy nem a házi feladatomat csináltam, mert az csak utána. Tehát minek? Lefeküdtem így a kis szobában, a Bajza utcán, és így néztem a mennyezetet, és így hallgattam, hogy a forgalom hogy megy el ott lent az aszfalton, és ez a 2 óra az olyan volt, mint egy örökké valóság. Belelapoztam egy könyvbe, és így olvasgattam az oldalakat, és az ebéd már megvolt, vacsora edzés után, beszélgetés, házi feladat, 10 és fél 11 között villanyoltás, és a nap többi része az ilyen időre menés volt, és én ezt szeretem, ezzel nincs semmi baj. Azt is szeretem, amikor nem kell időre menni. Ki kell tudni húzni ezt is a falból, és akkor az van, hogy tudatosan nem gondolom el, hogy hová, meddig kell odaérnem. Miért? Mert már itt vagyok. Ebben a pillanatban már itt vagyok, ahol lennem kell. Nem máshol kell lennem később. Az időtisztelete egyébként nagyon fontos, mert az időtisztelete az embertisztelete, hiszen minden egyesség végén van egy másik ember, vagy embercsoport, akihez te alkalmazkodsz, és ő is hozzád. Tehát a késés az nem a királyok udvariassága, a késés a hanyag emberek gesztusnyelve. Hogy ő ezt megteheti. Szerinte. Igen, egy ideig aztán, akik pontosak, azok le fognak szakadni az ő világáról. És a késő a késővel fog találkozni állandóan. Júj, te is 20 percet késtél, én is, de jó, ja, elment a vonat. Oké? Okay. Tehát semmi baj azzal, hogy te időre, helyre, megegyezés szerint megérkezel. Kell az, felnőtté tesz. Melyik lenne jobb, ha soha nem álmodnánk, vagy az álmaink soha nem érnének véget? Ébredj fel, ez a legjobb. Ha felébredtél, hova lesz az álom? Hát valahova. Most megint sehova. Álmodsz. Nem. Bizonyítsd be. És még? Nem elég? Nem, ragaszkodsz az egyhez. Az egy álmában vagy. Nincs szemed, nincs füled, nincs orrod. Nem hiszek el neked semmit. Ébredj föl. Bizonyítsd be. Milyen színű a Buddha? És még? Sárga. Jó, aranysárga. Most egy kicsit ébren vagy. Azért nagyon ne bízd el magad, mert rögtön egy újabb abstrakció álmába fogod ringatni magadat, sőt, engem is abba akarsz, de hát én ezt nem fogom hagyni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Karmatisztításról szeretnék kérdezni, hogy... Hozom a mosógépszer előtt. Hogyha mesélnél, vagy mondanál pár szót, hogy hogy működik, hogy... Mi a koszos karma? Elmondod, mi a koszos karma, akkor elmondom, hogy tisztítjuk meg. Próbálok pontosabban fogalmazni. Szóval Most ennyi gyakorlás után én nem nagyon látok semmilyen változást a... Akkor nagyon tiszta a karmád. Az én minőségeimben, és kicsit el is vagyok keseredve, hogy... Akkor nagyon szennyezett a karmád. Szóval, hogy ha én nem érzek semmilyen változást, akkor ezek szerint eddig nem eredményesen gyakoroltam, vagy... Ne ellenőrizd a karmádat. Régen volt egy fantasztikus szútratemplom Koreában, és egy olyan forró fürdő, ahol a tulaj az buddhista volt, és hát beengedte a szerzeteseket felajánlásból, jutalmazván őket azért a nagyon komoly életvitelszerű gyakorlatért és szútratanulmányokért. És néha-néha megkérdezte őket, hogy tiszteletre méltó. Hát lecsutakolta a testét a fürdőben. A tudatát hogy tisztítja? Hát nem sok szútramester tudott felelni rá. Hozd ide azt a kószt a karmádról, és akkor megmutatom, hogy hogyan kell megtisztítani. Ne ellenőrizd magadat. Nem. Van változás, nincs változás, nem a te dolgod. Majd a Kóan interjúban kiderül, hogy van-e. Jó? Helyes. Újabb önreflexió, újabb önkép, újabb énréteg, újabb kesergés. Félretettük. Jó? Én mantrával gyakorlok most, amit ugye le kell vinni a tantienbe. Viszont nekem még a tantien érzésem sem alakult ki igazán. Ez az lenne a kérdésem, hogy igazából ez a tantien érzés, ez addig nem is nagyon alakul ki az embernél, amíg ezt a iszonyatosan erős tudatát ezt egyáltalán nem sikerül leépítenie, és nem hajlandó vagy. Ez ennél sokkal egyszerűbb. Javaslom, hogy egy ebédnél gyakorold a forma, üresség, üresség, forma meditációt. Megérkezik az étel, kiszedted, ott van előtted, és belül rámutatsz. Forma. És utána tantienedre üresség. Eldördül a csukpi 3-szor, megkezdődik az étkezés, és amikor befejezted, akkor a tájaidra belül rámutatva üresség, és a pocakod forma. És az a forma rendelkezik egy középponttal, na az a tantien. Tehát ha egyszer jól laksz, akkor egy ilyen nagyon finom kis telt érzésed van a gyomrod tájékán. Na ennek a közepe a tantien. Ilyen érzésed még nem volt, hogy jól laktál? De. Ott van, a köldöknél bizony. És azt a lélegzettel tudatosítod, ha nagyon jól laktál, amire nem jellemző, akkor szétpukkadsz. De mivel ezt te nem sokszor hajtod végre, mert sokkal jobban kontrollálod önmagadat, ezért nem lehet végigvinni ezt, tehát lélegezni kell. Tehát, hogyha tele hassal lélegzel, akkor majdnem szétdurransz. És ekkor a lélegzet, ahogy kimegy, ahogy bemegy, ez a nehéz érzés megmutatja, hogy a tantien hol van. Jó? Egyébként két ujjal a köldök alatt, csak a gondolataid annyira erősek, hogy itt vagy fönt állandóan. Tehát így nyaktól fölfelé van a csí 90%-a. Ezért kell néha így tényleg ezt a forma, üresség. Üresség? Forma? Jól van? Gyakorold. Többször találkozhatunk a fogalommal is, hogy 6 gyökérok. Ez megtalálható a zeniránytűben? A nem, benned található meg 6 gyökérok. Mélyen. A látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés és a gondolkodás per érzelem, az itt ugyanaz, ezeknek a tudattalan azonosulásai, ez a 6 gyökérok. Tehát mivel már van korábbi élményünk, mert láttunk valamit, és az jó volt, vagy rossz volt, és elraktároztuk, ezért újabb látásélményre sarkaljuk magunkat, és a szemünkkel keressük is. De szép az a madár. Hát a madár az nem tudja, hogy szép, azt mi tudjuk. Másnak az a madár nem szép. Vagy egy más madár szép, vagy nem úgy szép. Tehát azon múlik, hogy neked milyen madárképed van belőle. Tehát a gyökérok, és utána a külső élmény, és a kettő egymásra vető. Hallás. Neked ugye van olyan, hogy hallasz egy idegen nyelvet, és a számodra szép, vagy egy kicsikét olyan furcsa, vagy néha egyenesen visszataszító, maga a hangzás. Tehát elárulom, hogy a nyelveknek önálló minősége nincs. Hangsorokból áll, intonációból áll. De neked van nyelvélményed. Az összes nyelvélményed ott van a tudattalanodban, és az ahhoz kapcsolódó érzelmek döntik el, hogy egy nyelvet te szépnek találsz, vagy csúnyának, hajlandó vagy beszélni rajta, vagy sem. Én élénken emlékszem, hogy amikor boldogult apám munkahelyére elég gyakran bementem, vele szemben volt egy orosz laktanya, több mint 1000 fővel, és a keletében is láttuk a váltást, amint a vonatokról szálltak le és szálltak föl. És hát persze, fiatalon az ember minden ilyen gyarmatosítás, elfoglalás, felszabadítás ellen belül lázad, és amikor oda jutottunk, hogy orosz nyelvet kellett tanulni, én teljesen befeszítettem, és nem. Tehát a legjobb az a 3-as volt, de általában meg akartak húzni, és így nagy nehezen átpofoztam magam a vizsgán. És akkor elkezdődtek az angol tanulmányok gimnáziumban, teljes átfedés volt, ott pedig azért az osztály top 5-jében benne. Úgyhogy szakma lett belőle. És akkor az apám egyszer megkérdezte, fiam, hogy van az, hogy az egyikben kitűnő vagy a másikban úgy kell téged átrugdalni? Mondom, apa, az egyiket imádom, a másikat utálom. De ez ahhoz nem volt elég, hogy megszeressem, ahhoz el kellett telnie jó 15 évnek, és visszajöttem Frizen tanítóként Európába, ahol az orosz szanga meghívott. Ők voltak a tanítványaim, a tisztelettudó szentpétervári régi leningrádi társadalomnak a tagjai, akik zent akartak tőlem tanulni, és a következő történt. Teljes tisztelet, elfogadás, várják, hogy a tanítás megtörténjen, és nekem az összes orosz emlékem előjött, és pillanatok alatt magam mögé kellett tenni, egyszerűen azért, mert az a társadalmi kapcsolat már 180 fokkal különbözött a korábbitól, amikor ugye teváris, és akkor szerbusz, menjetek. Hát ez a teváris, sztrasztvútje. Rá kellett köszönni az új fejezetre az életemben, és a döbbenet az volt, hogy nem találtam hirtelen szépnek az orosz nyelvet, de mindaz az akadály elhárult, ami addig volt, és eszembe jutottak mondatok, helyzetfüggően teljes párbeszédek, elkezdtem beszélni azt, amit passzívan elnyomtam magamban. Miért? Mert egy szeretet, elfogadás és hasonló minőségek párosultak hozzá. Megváltozott az érzelmi attitűd, és teljesen működőképessé vált az az orosz tudás, ami megmaradt. Döbbenetes. És ugyanez emberi kapcsolatokban. Nézd meg, hogy hogyan be tudsz kötni, mert valakit valami miatt nem szeretsz. Jó, szükséged van az emberre. Mit csinálsz? Megkerülöd azt, hogy szereted vagy nem szereted, úgy veszed tudomásul, ahogy van. Tehát a japán nyelv engem mindig érdekelt, és a koreai meg a furcsának tűnt. Eltelt 15 év koreai tanulással és beszéddel, olyan érzelmi élmény koreait hallani, hogy nem is gondoltam volna, hogy bármilyen lehet. Japánról meg megtudtam egy-két dolgot, hogy valójában mit csináltak az elmúlt 120 évben, főleg Ázsiában, és már nem olyan szép a japán nyelv. Eszméletlen mit csináltak. Úgyhogy minden, ami érzelmileg, gondolatilag rávetül egy jelenségre, és azzal te azonosulsz, az ott van a mély tudatban, és a 6 nagy gyökérok dobozban el van tárolva. És az igazi kérdés, hogy mennyire tisztítod meg, mennyire vagy hajlandó kivenni az azonosulás gyökerét a tudat talajából. Mert hogyha nem veszed ki, akkor nem vagy képes helyesen működni, iszonyatosan leszűkül a világunk. A a saját egoitásunk borzasztó dolgokat tétett velünk, és azt hiszük, hogy igazunk van. És a minimum, hogy rosszul érted a múltat. A minimum, hogy beleragadtál valamilyen korábbi élménybe, korábbi énségbe, és nem vagy szabad, nem vagy ember, nem vagy teljes értékű, mert ragaszkodsz a saját véleményeidhez. Úgyhogy a hadgyökérok eredetileg üresség. Eredetileg nem létezik. És hogyha az ember testet vált, jobb, ha erre rájön. Testben sem érdektelen rájönni, de amikor az illúzióid nagyon valóságosnak tűnnek, és nincs test, amihez kötődhetnél, nincs érzékelés, amihez kimosná a pillanatból, magyarul a pokolban vagy, mert a tudattalanod kivetüléseitől nem tudsz megszabadulni. Úgy érzed, hogy forever benne vagy, az öröklét súlya rajta van. Ez a bardo egyik állapota. Na akkor kell emlékezni arra, hogy na eredetileg ez nem létezik. Amit látok, az nem így van. Ennél van több, van jobb, van más, csak még nem látom. És ezzel nagyon sokat tudunk segíteni annak, aki a testéből eltávozott, és egy ilyen állapotban van. Mert a lélekkapcsolaton keresztül megkapja ezt a tanítást. És a tanítást is viszi magával, hogyha kapcsolódik a karmájához. De mielőtt a következő testet fölveszi, és meg nem születik újra, azelőtt nem tudja realizálni. Addig ott van lehetőségként. Tehát az a jó hír, hogyha te a tant újra tapasztalni akarod, testben kell lenni. Rossz hír nincs, csak gyakorlatilag a testben létellel ugyanúgy hibát is tudsz elkövetni, mint ahogy az úton is tudsz járni a felébredés felé. Ez mindig megmutatkozik minden pillanatban, hogy a döntésed irányvektora merre mutat, mifelé, kifelé mutat. Én kívánom azt, hogy az összes karmikus gyökérokot szántsuk ki a saját tudatunk altalajából, szabaduljunk meg az előítéleteinktől, prekoncepcióinktól, a múlt szorító kezétől a nyakunkon, ettől mind szabaduljunk meg, és ekkor tisztán látjuk azt, ami és aki előttünk van. Tisztán tudunk kapcsolódni a világhoz, a másik emberhez, és ezzel egy emberibb, világosabb életet tudunk élni. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, akár egy napra, akár egy téli időszakra, akár egy életre, és várunk titeket örömmel vissza egy testesebb zen gyakorlatra, tantiennel telve. Köszönöm szépen a figyelmet!